Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője. Köszöntöm képviselő urat, és köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is nagy szeretettel üdvözlöm a Karcag Televízió nézőit. Elfogadásra került a parlament által a 2024. évi költségvetés, amely tulajdonképpen a védelmi költségvetés elnevezést kapta. Mik a fő pillérek? Igazából az Orbán kormány igyekszik minden évben már az év közepén elfogadni a jövő évi költségvetést, hiszen azt szeretnénk, hogy az állami szereplők, a gazdasági szereplők fel tudjanak készülni a következő évre, tehát úgy tudják megtervezni már a következő esztendeiket, hogy a sarokszámokat, a legfontosabb prioritást láthassák. És ez a költségvetés azért a védelem és védelmi költségvetés, mert olyan fontos pillérek és olyan fontos sarokkövek maradnak meg, amíg én azt gondolom, hogy a magyar gazdaság, a magyar lakosság védelmében mindenképpen fontos. Tehát megmaradnak és tovább lesznek véve a család támogatási rendszerek, a nyugdíjak vásárlóértéke megőrzésre kerül, és igazából a honvédség, a magyar védelmi képességek további növelése is szükséges. Hiszen olyan időszakot élünk, amire talán évtizedek óta nem számítottunk, hiszen a koronavírus járvány után most a szomszédunkban háború dúl, és ez rávilágított arra, hogy a magyar honvédséget is meg kell erősíteni, a magyar védelmi képességeket is meg kell erősíteni, és természetesen meg kell erősíteni a magyar gazdaságot is. Most jelentek meg az első félévi export-import adatok, a magyar gazdaság jól teljesít, hiszen a tavalyi év közepétől elejétől az energiaválság miatt hatalmas energiaárak voltak, a magyar költségvetési hiány megnőtt, és igazából az export-import egyensúlya is felborult, hiszen nagyon sokba került a kőolaj és a földgáz importja, és az export természetesen nem nőtt ezzel együtt. Tehát ez egy stabilizáló, védelmi jellegű költségvetés. Azt gondolom, hogy ha nem történik már a világpolitikában ez extra dolog, és ezt már nem merem kijelenteni, hiszen a koronavírus járványra se gondoltunk, a szomszédban zajló orosz-ukrán háborúra se gondoltunk, de ha nem történik ilyen, akkor szépen ki tudunk lábalni ezekből a nehézségekből, amiben benne vagyunk, és a jövő évben már egy 10% alatti infláció várható. Megszavazásra és elfogadásra került az új pedagógus életpályamodell. Ez miért hatékonyabb, mint az előző volt? Tisztáz egy pár olyan dolgot, jó néhány olyan dolgot, ami a pedagógus életpályában nem volt. Az a baj, hogy igazából szakmai vita a médiában nem zajlott e felől. De a pedagógus szakszervezet, a különböző oktatási szakszervezeteknek a javaslatai közül, 34 néhány javaslat közül a jó részét elfogadta a kormány, és belekerült ebbe az új törvénybe. Ez rendezi hosszú távra a pedagógus életpályát, hiszen benne vannak a fizetésemelések, benne van az, hogy egy évben 50 nap szabadság jár, és rendezi azt is, hogy 22 vagy 26 óra volt a kötelező tanítási óraszám, ez pontosan 24 óra lehet, nem lehet több a tanításba töltött heti óraszám. Én azt gondolom, hogy amikor majd ez az életpálya modell már kipróbálásra kerül, akkor a pedagógusok látni fogják, hogy nem lettek rosszabb helyzetben, hanem igazából egy hisztériakeltés, egy politikai hisztériakeltés történt a pedagógus életpálya modellel kapcsolatban, és a fizetésemelések is természetesen, én is egyetértek azzal, hogy meg kell emelni a pedagógusok fizetését, de amennyiben meg fogjuk kapni a Brüsszelből nekünk járó pénzeket, akkor sokkal nagyobb mértékben, amennyiben nem, akkor a teherbíró képesség, a nemzetgazdaság teherbíró képességének megfelelően folyamatosan emelni kell a pedagógus béreket. Ezzel mindenki egyetért, és én azt gondolom, hogy bele is lesz építve minden év költségvetésébe a pedagógusok béremelése. Új gazdaságvédelmi akciótervet hirdetett a kormány. Miért fontos ez, mit tartalmaz? Hát látjuk azt, hogy a magyar gazdaság egy nagyon nyitott, exportorientált gazdaság, hiszen az itt lévő cégek jó része exportra termel, hiszen a nagy gyárak, az autógyárak, a kisebb üzemek is exportra termelnek, és hát a mezőgazdasági feleslegünk is
exportra kerül. És hogyha egy nyitott gazdaság, mint amilyen a magyar gazdaság ki van téve a világpolitika és a világgazdaság hullámverésének, akkor mindenképpen csillapításokat is kell beépíteni. Olyan eszközöket, amelyek megvédik az itt termelőket, az itt dolgozókat a világgazdaság hullámverésétől. És én azt látom, hogy a legnagyobb cél az volt, amikor kitört az orosz-ukrán háború, és az energiaválság veszélyeztette a cégeket, a munkahelyeket, akkor a legelső az volt, hogy meg kell őrizni a munkahelyeket. És látszik az, hogy már is folyamatosan évek óta 4% alatt van Magyarországon a munkanélküliség, és a legfontosabb szociális intézkedés az, hogyha van munka. Az embereknek van munkája, nem segélyből kell élni, és most ez a legfontosabb, a munkahelyeket megőrizni, és folyamatosan fejleszteni, hiszen látjuk azt, hogy az elmúlt egy év rekord bevételt hozott a munkahelyteremtő beruházások, a külföldi működő tőke Magyarországra jöveteléből, és az első fél éves adatok azt mutatják, első 5 hónapos adatok, hogy a tavalyi rekord évnél is nagyobb export teljesítménye lesz Magyarországnak, és a működő tőke is még nagyobb számba jön Magyarországra, még nagyobb összegekkel. Képviselő úr nemrégiben tett Brüsszelben látogatást az Európai Parlamentben. Miért volt hazánk számára jelentős ez a látogatás? Hát az a bizottság hívta meg a magyar parlamenti képviselőket, amely pénzügyi és ellenőrzési bizottsága az Európa Parlamentnek, amely néhány hónappal ezelőtt itt volt Magyarországon, és ő a legnagyobb akadály annak, hogy megérkezzenek a brüsszeli források, Magyarországnak járó források. Sokan tévedésben vannak ezek, azt gondolják, hogy ezek segélyek, ezek olyan támogatások, ami jó indulatból kell, hogy Magyarországnak jöjjön. Nem, ezek a szerződések alapján Magyarországnak járnak, és törvénytelen és szabálytalan, hogy mindenféle trükkel, eszközzel ezt visszatartják Magyarországtól. Például az a hitelfelvétel, amelyet 2 esztendővel ezelőtt közösen vett fel az Európai Unió országai, hogy a koronavírus járványból minél hamarabb kirábaljanak az országok, ez egy közös hitelfelvétel, amelynek Magyarország is a törlesztő részleteit fizetni fogja, és fel lett osztva, hogy kinek milyen mértékben jár ebből támogatás, azért, hogy a koronavírus járvány után minél hamarabb talpra tudjanak állni a gazdaságok. 2 ország, Magyarország és Lengyelország nem kapta meg ezt az összeget, és én a felszólalásomban az Európa Parlament Bizottság előtt felvetettem, hogy én nem hiszem azt, hogy politikai okokból tartják vissza, nagyon úgy néz ki a dolog, de azt mondtam, hogy nem hiszem, de a látszat az, hogy mégis politikai okokból tartják vissza Lengyelországtól és Magyarországtól a nekik járó összeget, ez a koronavírus járvány utáni helyreállítási összeg, és hogyha elveszti az Európa Parlament azt a bizalmat, hogy bíznak benne, hogyha megígérnek egy közös hitelfelvételt, aminek közösen álljuk a törlesztését, és mégsem kapnak azok az országok, akiknek ugyanúgy törleszteni kell, de ebből a pénzből nem kapnak, akkor oda a bizalom, és ez egy rövid távú elképzelés. És mert gondoljunk bele, hogy amikor majd hosszabb távon egy unióba csatlakozási szándékkal jövő országgal megegyezik az Európai Unió, hogy mit kell neki vállalni, milyen forrásokhoz fog ő hozzájutni, majd néhány év múlva azt fogják mondani, hogy oppá, mégsem, mert új szabályok vannak, új szabályokat találtunk ki, akkor a szavahelyzetőség oda van. Vagy hogy az Európai Uniónak újból hitelt kell felvenni. Hitelt kell felvenni, és megígérik, hogy ezt a hitelt erre fordítjuk. De kiderül néhány év múlva, hogy egyéb dolgokra akarják fordítani. Akkor ki lesz az, és melyik az az ország, aki azt fogja mondani, hogy igen, vállaljuk a közös felelősséget, a közös teherviselést, mert a szabályokat nem fogják megtartani. És arra hívtam fel a figyelmet, hát a bizottság ülésén, hogy rövid távú politika, és vitába kerültem egy zöldpárti német parlamenti képviselő hölgyel, aki azt mondta, hogy azt sajnálja, hogy ez nem hamarabb jutott eszükbe, hogy a jogállamisági indokokkal vissza lehet tartani országoktól pénzt. És én azt megjegyeztem, hogy ha ez most jutott eszükbe, ez azt jelenti, hogy ez új.
akadály, ez egy új ötlet, és lehet még több ilyen ötlet is, amivel az országoknak, akár Magyarországnak és Lengyelországnak járó összegeket vissza tudják tartani. És arra hívtam fel a figyelmet, hogy ez egy nagyon rövidlátó politika, amely veszélyezteti hosszú távon az Európa Parlament hitelét, az Európai Unió hitelét és működőképességét. Térjünk át a térséget és városunkat érintő kérdésekre. Hogyan halad az M4-es gyorsforgalmi útépítése? Hát Budapestre sűrűn fel kell feljárnom, és azt látom, hogy roham léptekben folyik. Hiszen még egy fél év előtt csak látszott az, hogy törökszentmiklósi csatlakozásnál már elkezdtek dolgozni a munkagépek, de már a kisújszállási elkerülő részen és szakaszon is már erősítik az altalajt, ki van alakítva már a pályatest formája, és én azt gondolom, hogy a határidőnek megfelelően kisújszállás keleti csomópontig el fog érkezni a 4-es, és akkor innen már Karcagtól talán egy 5-10 perc alatt fel lehet lenni a 4-sávos 4-esen, és utána a karcagi elkerülő is meg fog épülni, a Karcag határában a 4-sávos 4-es, és bízom benne, hogy abban egy időben a karcagi elkerülő út, amely a Madarasi utat köti össze kelet felől Karcag megkerülésével a 4-essel. És az az áldatlan állapot, hogy akár kamionok reggel iskola kezdéskor a Kávin utcán kanyarodnak a Püspökladányi útra, vagy a gimnázium előtti kereszteződésnél nem lehet igazából megállni, ezek a kamionok már nem itt fognak menni, hanem az elkerülő úton, és a Karcag egy szép, nyugalmas központtal fog rendelkezni. Azt gondolom, hogy itt az ideje is már megérdemelte régen ez a térség, és megérdemelte régen ez a város. A Tiszató és környék egy kiemelt desztináció, Tiszafüreden épül a természet búvár játszóház és túraközpont. Hogyan halad az építkezés, és miért fontos a városnak és a térségnek? Hát ez számomra egy kicsit különleges ez a beruházás, mert még megyei közülési elnökként én indítottam el ezt a beruházást, és most volt a Bokréta ünnep, tehát elérte az építkezés a legmagasabb pontot. A Tiszató egyre jobban helyet követel magának a turisztikai térképen, a magyar turisztikai térképen. Nagyon sokan látogatnak le a Tiszatóhoz, de az a hátrány, ami abból adódik, hogy egy 40 éves építmény a kiskörei víztározó, amit mi már Tiszatónak hívunk, és most volt a születésnapja is ebbe az évben, az rengeteg hátránnyal rendelkezik, hiszen nincs az az infrastruktúra, mint akár a Balatonnál, a Velencei tónál, nincsenek meg azok a szállodák, nincsenek meg azok a panziók, azok a nyaralók, hanem 40 évet próbálunk 120 évvé felgyorsítani, de azt gondolom, hogy dinamikusan fejlődik nem csak a Tiszató környéke, hanem az egész térség is, hiszen nem kell megemlíteni, hogy múlt héten Karcagon is volt egy csodálatos átadás, hiszen az Erzsébet ligetben átadtuk a játszóteret és a régi Rónai Malom épületét, és aki oda kilátogat, az látja azt, hogy egy csodálatos helyszín, hiszen ha egybe gondolkozunk azzal, hogy a Lomkoroerda sétány, az erdei futópálya, az erdei kerékpáros pálya, dinamikusan épül a karcagi sportpálya, hozzá ez az Erzsébet liget, a Sámán dob, a milánói pavilon, ami most már grandiózus, lehet látni igazából a méreteit, a szépségét, és a karcagi strandon is megépül az új medence, akkor ez egészében a környék és Magyarország keleti részének az egyik legjobb kikapcsolódó helyszíne tud lenni. És én, amikor ott köszöntöttem a jelenlévőket az átadáson, azt mondtam, hogy azt kell elérni, hogy Karcagon legyenek munkahelyek. Hogy itt tudjanak maradni azok a fiatalok, akik itt születtek. És azok a fiatalok is, akik elmentek innen, tudjanak visszajönni. De a munkahely csak egy dolog, hiszen az ember bejár a munkahelyére, úgy utána hazajár. De Karcagnak egy olyan vonzó városnak kell lenni, aki egy fiatal számára, hogy családot tudjon alapítani, szívesen éljen itt, kisgyerekekkel, az időseknek, és igazából Karcagnak egy új aranykort kell elérni, amihez hozzátartozik természetesen a munkahelyteremtő beruházások, és azok a jóléti beruházások is, amely egy szép, jól élhető várossá teszik szeretett Karcagunkat. Képviselő úr, köszönöm az interjút. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!